A csatorna fő támogatója nordikamoto.ru Sziasztok! Üdv újra a csatornámon! Ebben a videóban engedjétek meg, hogy pár szót szóljak a Hiltek cégről, aki gyárt olyan dolgokat motorokhoz, hogy én azon csodálkozom, hogy eddig nem is hallottam róluk, nem is tudtam, hogy léteznek, és bánom is, hogy nem tudtam róluk, hiszen olyan termékeket gyártanak, ami szerintem nagyon sok motorosnak megkönnyíti az életét, többek között gyártanak elektronikai, tehát mindenképp elektronikai termékekről beszélünk, többek között gyártanak gyorsváltókat motorokhoz, olyan motorokhoz, akik, amelyikek nincsenek ezzel felszerelve, ezen kívül olyan kütyüt, ami ESP-t, tehát kipörgésgátlót tud csinálni a motorodnak, továbbá olyan Thunderboxot, ez a neve amúgy, ami ami nagyon-nagyon sok motorosnak segítség lehet olyan szempontból, hogy ugye ráraksz egy kiegészítő fényt, egy USB töltőt, egy kicsi cirkulát, egy heggesztőgépet egy bármit, tehát bármit, bármit rákötsz ugye a motorodra, és, és hogy oldja meg ezt az egyszerű ember? Rábogoz minden szépen ügyesen, indokolatlanul, csúnyán és veszélyesen az axiára, a pluszra és a mínuszra, úgyhogy itt jön képbe a Thunderbox, ebbe a motorba is van egy Thunderbox és egy USB töltő, ami szintén a Hiltek Electronics-tól van, ezen belül is a Hiltek Eastern Europe Cégtől, ami a Hiltek termékeit forgalmazza Kelet-Európában, többek között ilyen országokban, mint Horvátország, Románia, Moldova, Bulgária, Szerbia, Bosnia-Hercegovina és Albánia, ja, és még Koszovó, Montenegro és Észak-Makedónia. Tehát, hogyha ezekből az országokból néztek engem, akkor tessék szépen felmenni Hiltek Európ, Eastern Europe oldalára, link lesz a leírásban, nézzetek szét motor és modell alapján tudtok a saját motorotokhoz keresni különböző olyan elektronikai kiegészítőket, amiktől pff, megáll az esetekben. Engedjétek meg, hogy pár szóban meséljek egy kicsit a Hiltekről, magáról a történetről és arról, hogy hogy alakult ki ez az egész motorozáshoz kapcsolódó elektronikai kütyüknek a gyártása. A történet az 2003-ban kezdődött, amikor is a Hilteknek a vezérigazgatója váltót cserélt a saját Honda CBR 954 RR-jén, és arra lett figyelmes, hogy a sebességmérő nagyon furán viselkedik, fura értékeket mutat, úgymond, és körülbelül innen jöhetett az ötlet. Gondolom, hogy azért volt technikai, meg mérnöki, meg mindenféle tudás is az ötlet mögött, és innen jött az ötlet, hogy olyan termékeket kellene gyártani, ami akár tudja szabályozni, megvédeni, vagy simán csak megkönnyíteni különböző elektronikai cikkeknek, vagy maga a motor által produkált különböző hibáknak a kiavítását és segítségét, és 2008-ban fogtak neki komolyabban gyártani ezeket a bizonyos termékeket, ami még fontos, hogy ez egy magyarországi cég, és hogy mindent házon belül készítenek, tehát nem az van, hogy ki van adva Kínának, meg mit tudom én Dél-Koreának, meg különböző kelet-ázsiai országoknak, ahol ébérért dolgoztatják az embereket, hanem igenis minden a fejlett gyártósoruknak köszönhetően Magyarországon tud készülni, és a mai napig több mint 50 országban lehet megtalálni a termékeiket, úgyhogy ez azért elég, elég, elég ilyen le a kalappa a Hiltek dolog, mert uh, Magyarországi gyártóként ennyi országban jelen lenni, és ilyen minőségi és uh, megbízható termékeket gyártani, azért az már tényleg egy teljesítmény. Gondolok itt csak arra, hogy Axi barátom, amikor megvette a T700-as teneréjét, akkor a Hiltektől vásárolt gyorsváltót rá, és mai napig tökéletesen működik, és tényleg még applikáció is van, és állíthatod ott a szekundumokat, s az ezredeket, s a nem tudom mit, hogy hogy váltson, mikor szakítsa meg a gyújtást, úgyhogy tényleg le az összes kalapokkal. Ezek mind olyan dolgok, mind olyan termékek, amit ha neked gyárilag a gyártód nem helyezett fel a motorodra, és nem akarsz összeget fizetni érte, akkor fellépsz a hilteknek az oldalára, kiválasztod a márkát, kiválasztod a motorodat, évjáratodat, és már is megjelenik előtted az a rengeteg termék, amit te fel tudsz rakni a motorodra. az esetekben. tényleg, tehát van olyan például, ami a kipufogóban, olyan motorokban, ahol van a kipufogóban egy bizonyos szelep, ami adott Fordulatra nyit, azt el tudja szép magyarul eliminálni, tehát ki tudja kapcsolni, és így mindig a kellő nyomatékod lesz, kellő hangod, meg minden. Úgyhogy ez csak egy ilyen. Hogy ez csak egy ilyen csipetke, kell, rengeteg termékük van, én se nagyon ástam bele magamat, viszont innen is meg szeretném nekik köszönni, hogy küldtek nekem egy Thunderboxot, egy USB töltőt, ugyanis a Nordenről valahogy a gyárba lefelejtették az USB töltőt, csak egy sima szivargyújtós 12 voltos töltőm van, úgyhogy ebbe a gépbe belekerült a Thunderbox, amit már az előbb is ecseteltem, tehát ez egy olyan kis kütyű, ami abban segít, hogy különböző kiegészítő fogyasztókat tudjál úgy rákötni biztonságosan a motorod áramhálózatára, elektromos hálózatára, hogy ne szikrázzon, ne égjen le, és biztonságosan tud használni mindenféle körülmények között: esőben, hóban, napsütésben, tök mindegy, tehát mindenhol. A Thunderbox például egy olyan kis és nagyon okos találmány, ami összegyűjti azokat a fogyasztókat, amiket te utólag rászerelnél a motorodra, mindenféle áram. Tehát van egy plusz és egy mínusz, azok a, a, rámennek az akkumulátorra, onnant be a Thunderboxba, ami vízálló és ütés és rezgés és mindenféle álló. Tehát rakhatod olyan helyre is, még a hőt is bírja, hogy rakhatod olyan helyre, ahol uh, nem látszik el van rejtve, majd mindjárt mutatom itt is, hogy hova raktam be. És ez egy olyan uh, mechanizmus, ami. 10 percig még adnak ellenére, hogy te levetted a kontaktot, ő figyeli, hogy mennyi áram van még a motorban, 10 percig még ad áramot a, a különböző alkatrészeknek, és utána elvágja az áramot. Tehát megúszod azt, hogyha véletlenül úgy felejtetted mondjuk a ködlámpáidat, kikapcsolja 10 perc után. Vagy hogyha beraktad tölteni mondjuk a telefonodat, elmentetek valamelyre sétálni, mire visszaírsz, caka, 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 nem megy a motor, nem indul meg, mert leszívta az aksit. Vagy különböző zárlatokat, különböző elektromos villamossági problémákat tud kiküszöbölni ezáltal, és tényleg annyira egyszerű, eleinte úgy voltam, hogy megjöttek ezek a termékek, és néztem, hogy te jó ég, most akkor ezt én el kell vigyem valahol a villanyszerelőhöz, vagy mi, de egy, olyan részletes a leírás, kettő, hogy a neten is van egy jó pár segédlet, videósegédlet, segédlet, hogy otthon te saját magadnak simán összedugod egy csillagcsavarhúzóra, van szükség és pár kábelkötegelőre, de még azt is adják, úgyhogy... Tényleg egy óriási találmány ez a Thunderbox. Ugye vele érkezett az USB, amit én a gyári helyére raktam fel, ahol kellett volna legyen. A 24-es norden már van, úgyhogy ezt már javították a Husqvarna-nál, annyi, hogy a 23-as modellnél amit már az előbb is mondtam, elfelejtették, de orvosoltam a dolgot. Továbbá érkezett még egy termék a Hiltektől, ami szintén egy nagyon hasznos dolog, ez jelenleg még nincsen a motorban, és nem is hoztam magammal, sajnos otthon felejtettem, hogy kövezzetek meg ezért, de mesélek pár szót róla is. A lényeg az, hogy ez egy olyan kütyű, mert nem tudok máshogy fogalmazni, egy okos kütyű, ami a féklámpádnak váltakoztatja, vagy variálja a villogását. Tehát amikor te féket húzol normális esetben, vagy fékpedálra lépsz egy motornál, mi történik? Kigyúl a féklámpa. Ennyi. Viszont, hogyha a lényeg az, hogy ezt, hogyha te beszereled, hogyha megfigyeltétek, mennyivel jobban látszik egy úton, akár szürkületbe, vagy akár még nappal is egy biciklis, akinek a hátsó villogója folyamatosan villog, és nem csak állandóan ég. Na ugyanezt a hatást csinálja nekünk ez a féklámpa villogtató szép magyarul. 12-féle kombinációból, fénykombinációból tudsz választani, és a fő célja valójában az, hogy amikor te fékeztél, akkor villog össze-vissza, mint egy őrült, hogy az utánad jövő, akár autós, akár motoros, akár űrhajós, helikopteres, tök mindegy, lássa az, hogy igenis ez az előttem lévő jármű, ez a rohadtul nagyot fékez, és jól lenne már én is a fékkel foglalkozzak. Úgyhogy ezt tudja ez a féklámpa villogtató, az USB, az USB töltés, 5 volt és 2 amper, és maga ez a Thunderbox, amiből lehet kérni uh, ilyen többbeállóst, több is, hamarosan ezt is mutatom. A lényeg az, hogy uh, 5 vagy 6, azt hiszem 5 vagy 6 különböző dolgot tudsz belekötni, és utána biztonságosan használni, mert ez se ki se be nem engedi az áramot, csak hogyha szükség van rá, vagy hogyha jár a motor, és uh, van töltése az akkumulátornak. Prók mutatom is, hogy jelenleg mi van felszerelve a Nordenre. Annyi, hogy itt most egy kicsit megbontom itt a rendszert. A lényeg az, hogy amit már mondtam, hogy ez olyan házban van, hogy akár még ide kívül is felrakhatnád, de, de én elrejtettem, nem másért, csak ne lógjon ott össze mindenféle, mindenféle kábel. Nos, hölgyek, urak! Amiről beszéltem, tehát itt van a plusz, itt van a mínusz az akkumulátorról, Innen lejön egy plusz értelemszerűen. Az a piros kábel, lejön egy fekete kábel, és. This is it, hölgyeim és uraim! Ez a Hiltek Electronics által gyártott Thunderbox, amiről már az előbb beszéltem. Olyan aftermarketes es kiegészítőket tudsz ide bekötni, ezek a kicsi, ilyen zongorabillentyűszerű kapcsok által hogy csak bedugod a plusz bedugod a mínuszat, és innen ő rendezi tovább az egész áramellátását. Ebben most jelenleg be is van dugva, amit látjátok, egy piros és egy fekete. Ez előre megy itt a tank alatt, és itt a bord mellett fog megérkezni ebbe az USB töltőkábelbe. Van egy ilyen vízmentesen záró dugója, amit már mondtam, 5 volt és 2 amperóra, amit tud, az jó is, mert nem nem, ad, nem terheli le annyira az akkumulátorját a motornak. Visszatérve a thunderbox tényleg mindenkinek tudom ajánlani, hogy ha láttátok, vagy ha láttátok volna, hogy nekem milyen bogozás volt itt a BMW-nél, a plusz lámpák, az USB töltő, a nem tudom milyen e, plusz még kiegészítők, és tényleg itt volt egy kábel rengeteg, amikor e, elvittem szervizbe, és a szerelő meglátta azt, mondta, hogy te jó ég, hogy nem éget le ez neked egyáltalán. És akkor raktunk plusz biztosítékokat, meg minden, viszont ebben még egy... bele fog nekem e, kötődni majd a Brake Light Pro, ez a féklámpa villogtató, és ki tudja még a jövőben mi lesz, ami, ami fontos, egy ütvefúró, egy videó lejátszó, egy nem tudom, szolárium, bármi, dugott be, kötött be, kezi Csókolom meg vagy. A hátára adnak egy ilyen ilyen felfogatót, ide raktam én, ide a vázra, és hogy ne mozogjon, ne ránkodjon össze, vissza, jobbra, balra, ezért ezt ide. Így rányomod, az kellőképpen lefogadja. Ezeket a mai világban az az érdekes, és az a jó, hogy annyi, annyi féle van, amit teszteltek, és kitaláltak, és legyártottak, és ha azt vesszük, elég olcsón elérhető, hogy az valami hihetetlen, és tényleg megkönnyíti az ember dolgát, folyamatosan érzékeli az áramellátást, rendezi, mint egy jó kis DJ, hol, hol ráadja, hol elveszi, stb. stb. A lényeg az, hogy egész jól működik, és nem kell azon aggódjak, hogyha például rajta hagytam mondjuk a telefonomat, vagy töltöm menet közben az aksikat, vagy a GoPro aksikat, vagy akár a drónt, vagy bármit, hogy amikor visszaérek a motorhoz, akkor nem fog beindulni, mert azért egy ilyen 200 kilós motort belökni lehet, de egyedül esélytelen. Természetesen van Alpars Moto Adventures-os promókód, amivel kedvezményesen vásárolhatsz, továbbá engem is tudsz ezáltal támogatni, úgyhogy akinek ilyen és ehhez hasonló technikai, elektronikai kütyükre van szüksége, az mindenképp látogasson el a weboldalukra, a hilteknek és köszönöm szépen nekik is amúgy, hogy bizalmat szavaztak nekem és a csatornámnak, és küldtek egy pár ilyen vagány kütyüt, amit többnyire fel is szereltem, a féklámpa villogtató is fel fog kerülni, csak ott már kicsit több idő kell, hogy megkeressem a féklámpához hátra menő kábel, de ott is ilyen plug and play az egész, tehát bedugod és működik, rá kell csíptetni a kábelre bizonyos ilyen klipszet, amit adnak szintén vele, továbbá ott van a leírás, úgyhogy igazából minden, minden adott ahhoz, hogy te otthon a garázsban meg tud csinálni ezt az egész műveletet. Nem kell elvinni villanyszerelőhöz, de azért, hogyha nem vagy biztos a dolgodban, akkor inkább vidd el, hogy legyen tuti minden. Nem hiszem, hogy olyan nagyon el lehetne rontani, de azért a pluszra és a mínuszra vigyázni kell, hogy azt ne keverje össze az ember, mert ott aztán hamar tűzjáték, szikrát, a stb. tud történni. Jó?